elképesztő pompába öltözött a természet, készül minden szentekre, halottak napjára. Én hozzátenném mindenképpen azt, hogy bármilyen időszakban jössz, mindenképpen önmagát adja, akár télen, akár tavasszal, mindig más-más szín. Nem tudok eleget jönni. Az alkotók látogatták meg a borzas pusztai zarándokhelyet a napokban, az építészek és az üvegművész, akik együtt dolgoztak azon, hogy a természet az áhítatnak legalább annyira fontos szereplője legyen, mint az épített szakrális tér. A fényjátéka egy olyan koreográfia szerint alkotta meg újra az épületet, ahogy talán maga az alapító is szerette volna. Siménfalvi Székely József a templomot akkor építette, amikor a fia nem tért haza az első világháborúból. 1935-ben kezdték el építeni, és nagyon gyorsan még abban az évben befejezték ezt a templomot. Akkor templomépítésben nem igazán divatos öntött betonból készült az a templom testrész, amit most látunk fehér színben. A többi felépítmény is az apszis hagyományos falazott téglából készült. A második világháború a front már nem kímélte a templomot. Végül a sokszor kirabolt és pusztított épület a 80-as évekre már méltatlan állapotba került. Itt jön szinte párhuzamosan az én történetem egy Suhajda Péter nevű ember történetével, aki az utolsó harangozó fia volt, Péter bácsi, hogy én valamikor 90-es évek elején, 91-ben véletlenül a keresztapámmal itt megálltunk autó, és bejöttünk, hogy ez mi, és ő itt kapirgált, és elmondta azt, hogy ő valamikor 8-as évek végén Medjugorjében volt, ahol neki megjelent az Úr Jézus, és azt mondta: Péter, ha hazamész, menj ki Borzasra, és tartsd rendben a kápolnát. A történet folytatása az, hogy rá egy évre megjelent Székely Józsefné, az a Székely József utolsó élő, magukor élő felesége, és ő mondta, hogy drága mérnök úr, azért jöttem, hogy segítsen nekem pénzgyűjteni, hogy helyreállítsuk a borzasi kápolnát. A 90-es évekbeli próbálkozás még nem hozta el a ROM megújulását, ám de pár éve 2017-ben egy nagyobb összefogás nyomán teljesebb rekonstrukció történhetett. A megóvás, az a szerkezeti forma, ez a fémlemez, ez viszont azt a gondolatot vetítette ki, hogy egyfajta kerettel vegyük körbe az épületet, és a már nem létező apszist, azt vonjuk be ebbe a keretbe. És itt jött az építészeti gondolat, amit Ligetvári Dorottyának köszönhetünk, hogy támasszuk meg üveggel. Amitől igazán különleges az a feladat, hogy immáron egy megszentelt, szakrális térben ülünk, és mindez az egész az Isten által teremtett természet közepén található egy erdő szélén, ahová olyan anyaghasználatot kellett elképzelni, ami minden helyzetben képes a kóborfényekkel működve is valóságossá, láthatóvá válni. A templomépítészetben, ha csak az elmúlt bő 1000 évet nézzük, Szüzsé apátig, Szándőni székesegyházig visszatekintve, az üvegnek fontos szerep jutott, és ez adta az olmozott üvegablak megszületését. Egészen misztikus, egyfajta földön túli, nagyon intenzív, szakrális élményt adott az embereknek. Ebben a helyzetben, ebben a kápolnában ezt a fajta 1000 éves tradíciót próbáltuk a mába átültetve megjeleníteni. Ez a kápolna egy első világháborúban megsebesült és hősi halált halt fiatalember emlékére állítatott. Az élet szép, az élet megy tovább, a nap süt. Váltakoznak az évszakok, most ugye őszt írunk, azt szerettük volna, hogyha ennek a fiatalembernek az emléke élő eleven módon íródik tovább. Ennek a kompozíciónak a címe is ez, Átjárások. Építészet és képzőművészet bravúrja a borzaspusztai kegyhely, ahol a szakralitás és az anyatermészet közti ősi erőt mindenki érzékelheti.